Síkfutás, gyaloglás, távolugrás, súlylökés, minigerej, valamint kislabdahajítás és váltófutás szerepelt a versenyszámok között, melyre a házigazdák mellett többek között Szolnokról, Sopronból, Tiszakécskéről is érkeztek speciális sportolók. Szautner Mihály szakágvezetőtől megtudtuk, a pápai rendezvénnyel zárult az atlétika szezon. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális versenyén vagyunk most itt Pápán, ami a szövetségünknek és az atlétika szakáknak a búcsúztató versenye, ugye ez az utolsó verseny a szezonban. A regionális versenyen jelenleg 5 tagszervezet sportolói versenyeznek. Pápa azért választottuk, mert van egy csodálatos pálya, és tavalyi alkalommal volt először a speciális olimpiával versenyrendszerében itt atlétika verseny, és a helyszín varázsa miatt úgy döntöttünk, hogy itt fejezzük be a 2023 éves szezont. Mely egyesületek vannak itt, illetve mik a versenyszámok? Ugye ez egy regionális verseny, de nyugodtan nevezhetjük akár országos versenynek, mert Tiszakécskéről, Szolnokról, Tiszaföldvárról, Sopronból vannak itt sportolók a helyi Balla DSE versenyzőink kívül. A versenyszámaink azok a klasszikusok, 50 métertől 400 méterig a futószámok, 100 méter, 200 méter és 400 méter. A 4x100-as váltó ugye az a sportok királynőjének a megkoronázása. Itt is nagyon izgalmas versenyt láthattunk a felmérő versenyen. Nagyon szoros volt a befutó, úgyhogy szükségünk volt a célfotóra, hogy eldöntsük, hogy ki melyik helyen érkezett a célban. Az ügyességi számok közül is távolugrás, súlylökés és minigerejhajítás szerepel a palettán. Mi jelenleg itt 17 sportolóval indultunk, nyilvánvalóan mi vagyunk a legnagyobb delegáció azért, mert mi helyben vagyunk. Sajnos egyéb rendezvények is vannak, és emiatt pár sportolónk nem érkezett meg, úgyhogy elvileg ennél egy kicsit többen lettünk volna, de azoknak örülünk, akik itt vannak. Hány divízió van ma? A mai nap során az ügyességi számokban vannak 3 és 4 divízió, illetve hát a klasszikusban, a 100 méteren ott van a lányoknál 1 divízió, a fiúknál pedig 4 divízió lesz. Pápai szempontból mennyire volt sikeres eddig a nap? Úgy látom, hogy a felkészültségnek, illetve nevezhetem már a levezetésnek megfelelően szerepeltek sportolóink. Vannak, akik ugye rutinos versenyzőink, akik nagyon régóta versenyeznek, rajtuk azért látszik, hogy a felkészülésük nagyon jól sikerült, és hát ők egy kicsit kimagaslanak a mezőnyből. Nem csak itt Pápán magaslanak ki, hiszen ugye voltak egyéb versenyek is más helyszínen. Hol jártatok és milyen eredmények születtek? Igen, ezelőtti vasárnap voltunk Kapuváron egy meghívásos swing-maraton versenyen, ahol a szövetségünk elnökének a kérésére részt vettünk mi is a hely közelsége miatt. Ugye Kapuvár könnyen elérhető, egy óra alatt odaérkeztünk. 3 rutinos sportolóval vettünk részt a versenyen. 5,3 kilométeres versenytávon indultak a korcsoportjuk miatt a versenyzőjünk, és Pentek Kevin első helyezett lett, Cinkán Oliver 4. és Csikó Richard pedig az 5. helyen végzett ezen a nyílt versenyen. Az előttünk álló időszakban a teremsportok kerülnek előtérbe. Ugye a Speciális Olimpia Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött megállapodása szerint a 2023-24-es versenyszezon az október 7-én fog kezdődni, de van ennél nekünk most egy komolyabb célunk is, ugyanis 2025-ben téli világjátékok lesznek az év elején Torinóban, és a floorball csapatunkkal készülünk nagy vehemenciával, és reményeink szerint lesz olyan sportolónk, aki a magyar válogatottnak tagja lesz, és ennek az első állomása lesz október 5-én Győrben, az első versenye lesz ennek a felkészülési időszaknak. Jó, ügyes vagy, Krisz, gratulálok!